A Dunaújvárosi Egyetem hallgatói búcsúztak a várostól. Közlekedési vetélkedő gyerekeknek. Családi nyílt nappal ünnepeltek a mentők. Köszöntöm nézőinket, Önök a D Plus TV híradóját látják. A Dunaújvárosi Egyetem hallgatói csütörtök este tartották a 2018-as Salamandert, hogy együtt búcsúzzanak a végzősöktől, a várostól és az utcáktól. A menetre több útszakaszt lezártak a rendőrök, a fiatalok pedig fáklyákkal és énekekkel vonultak a városházától az egyetemig. A selmeci hagyományokat őrző Dunaújvárosi Egyetem több hallgatója búcsúzott csütörtök este az iskolától, a várostól és egymástól. A diákok a városháza téren gyülekeztek, majd 8:30-kor közösen énekelték el az intézmény szakhimnuszait. Ezt követően Izsák Máté, az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sportbizottság elnöket tolmácsolta az önkormányzat búcsú beszédét. Nagyon büszkék vagyunk, hogy a selmeci hagyományokat őrizzék, ez a világon egy egyedülálló hagyomány. Nagyon kevesen tartják már ezt a hagyományt. Ami úgy gondolom, egy több száz éves hagyomány esetében nagyon nagy becsben kell tartanunk azt, hogy még a Dunaújvárosi Egyetem büszkélkedhet ezzel a nemes hagyománnyal. A selmeci hagyományőrzés hierarchikus rendszerben működik. A felsőbb évesek megmutatják az elsősöknek az iskolát, valamint tiszteletre, segítségnyújtásra tanítják őket, miközben életre szóló barátságok alakulnak ki. Mindezekről a Dunaújvárosi Valéta Bizottság tagjai gondoskodnak, amely minden évben végzős hallgatókból áll. Ez egy nagyon fontos hagyomány, ugyanis már Selmecbányán így búcsúztak a diákok, így búcsúztatták egymást. Ez eredetileg egy gyászmenet volt, most viszont a ballagásnak a szomorúságát szimbolizálja. A visszaemlékezések alapján ugye még az elején onnan indultunk a kollégiumtól, eleinte még fákját vittünk első évben a sor szélén, utána bányászlámpásokkal kígyóztunk, utána most pedig már sétálunk és a fiatalabb generációk végzik az említett feladatokat. Idén az elmúlt évektől eltérő útvonalon vonultak a hagyományőrzők a városházától egészen az Alma Materig. A beszédek és a himnuszok után elindulunk a Dózsa-György úton vissza az egyetem felé, és a Szórád-Márton útra fogunk ráfordulni, ahonnan pedig szembe érkezünk az egyetemre, ami a végállomás. Az egyetem rektora András István is minden évben elkíséri a végzős hallgatókat a Salamander útján. Kiemelte, hogy a szórakozás mellett számos fontos dologra megtanítja a diákokat a hagyományőrzés, amelyet életük során kamatoztatni tudnak majd. Én azt gondolom, hogy a város számára is ugyanolyan fontos, hiszen itt állunk a városház előtti téren, és ilyenkor a hallgatók elköszönnek a várostól, és elköszönnek az egyetemtől. Számunkra ez azért fontos, hogy ezt ilyen keretek között teszik meg, mert azért ennek az eseménynek mégis van egy eleganciája, mégis van egyfajta olyan hangulat, ami azt gondolom, hogy ahol nem őrzik a selmeci hagyományokat, ott pedig nincs. Tehát mi ennek nagyon örülünk, hogy itt egy fénykígyóval búcsúznak a hallgatók, és azt hiszem ez egy nagyon szép jelképes utolsó készfogás, illetve bízunk benne, hogy nem utolsó, hanem folytatódik majd a közös működés, de valahol mégis egy szép elköszönés. A fáklyákkal és a bányászlámpákkal vonuló diáksereg az egyetem főépülete előtt állt meg, ahol közösen elénekelték a himnuszt és a Tavaszi szél vizet áraszt című nótát. A közbiztonsági rendezvény sorozat péntekre több programmal is készült az érdeklődőknek. Délelőtt a Dunaújvárosi Egyetem A épületében rendezték meg immár második alkalommal a Pindur-Pandur közlekedési vetélkedőt óvodás és kisiskolás gyermekek részére. Immáron második alkalommal rendezték meg a Pindur-Pandur közlekedési vetélkedőt kisgyermekeknek. Különböző, a koruknak megfelelő gyakorlati feladattal várták az első és második osztályos gyerekeket, illetve az óvodásokat a helyi rendészeti szervek. A legkisebbek között a kincskereső óvodások értek el első helyezést, akik bár minden feladatot nagy örömmel teljesítettek, akadt azért kedvenc megmérettetés is. Az, hogy bele kellett találni a béka szájába a slaggal. A közbiztonság rendezvény sorozata sokszínű és fontos feladatának tekinti, hogy a lehető legtöbb emberhez eljusson a programok üzenete, amely a biztonságos közlekedés akár gyalogosan, akár járművel. Németh Miklós, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetője kiemelte, fontos, hogy minél fiatalabb korban elkezdjék oktatni a közlekedés alapjait. A szervezők a versenyen állomásokat alakítottak ki, ahol minden csapatnak teljesíteni kellett a változatos megadott feladatokat. Van részek szemüveggel, dodgemezés vagy gokártozás, van ugyanezzel a drogos szemüveggel, ami azt imitálja, hogy milyen az, hogyha bódítószer hatása alá kerül az ember,
hogy picike érméket kell beledobálni pohárba. Van puzzle, van tábláskirakó, táblafelismerő, táblaszínező, a tűzoltók is segítenek nekünk, náluk pedig oltani lehet megtanulni. Tekintve, hogy kisgyermekekről van szó, a verseny végén minden indulót jutalomban részesítettek. Az iskolások mezőnyében első helyezést a Perkátai Általános Iskola ért el, és pont, illetve másodperc egyezés miatt két második helyet hirdettek a szervezők, az Arany János Általános Iskolát és a Dózsa György Általános Iskolát. Az Országos Mentőszolgálat idén ünnepli 70. születésnapját, így a Dunaújvárosi Mentőállomás tagjai idén is megtartották családi nyílt napjukat. A nagy sikert arató eseményen a különféle programok 8 órától délután 3 óráig tartottak. Az Országos Mentőszolgálat idén ünnepli megalakulásának 70. évfordulóját, május 10-e pedig a mentők napja Magyarországon. Ez alkalomból újra megrendezték a Dunaújvárosi Mentőállomás tagjai a családi nyílt napot, amely nagy sikernek örvendett. Ekkor adta át Laca Tamás a második jótékony futáson összegyűlt összeget a Dunaújváros és környéke 04 alapítvány részére. A nyílt napon többek között a Lóránd Fizsuzsanna szakgimnázium diákjai is részt vettek, segítettek a programok lebonyolításában, megmutatták a gyerekeknek az újraélesztést és egyéb egészségügyi ellátásokat. Jelen pillanatban azért vagyunk itt, hogy a kicsiknek megmutassuk, hogy milyenféle sérüléseket szenvedhetnek, és megmutatjuk nekik, hogy ugye hogy kell ellátni. Hát ezt az óvodás korcsoport élvezi, ugye ők még nem fogják fel annyira, hogy tényleg milyennek a jelentősége, de nagyon élvezi. Hát ugye miért választottuk ezt a szakmát? Igazából személy szerint én azért, mert jó dolog segíteni másoknak, és olyan visszajelzéseket kapunk, hogy az hihetetlen. Tényleg nagyon jól esik. Az eseményen a Magyar Vöröskereszt munkatársai is kitelepültek, arcfestésre és csillámtetoválásra várták a kicsiket, emellett játékos formában tanították a gyerekeket a különféle segítségnyújtásokra. Nagyon jó ilyenkor, amikor sokan vannak csoportba, mert akkor az egyik mellett, hogy tud valamivel kicsit többet, és akkor mutatja a másiknak, nagyon büszkék azok, akik már ezt látták, sebeket is mutatunk nekik, hát nyilván őket is ez még játékosan érdekli. A nap folyamán folyamatosan érkeztek óvodás és iskolás csoportok, volt, aki családjával látogatott a nyílt napra. A gyerekek a szórakozás mellett sokat tanulhattak, emellett a Spartan Cheerleaders fellépését is láthatták az érdeklődők. A lelkesedés az nagyon-nagyon segít nekünk a Rudas iskola, segít nekünk a Lórendfi iskola, nagyon-nagyon kedves diákokkal, nagyon nagy a lelkesedés. Bajtársaim, akik bejöttek szabad napjaikon, nagyon-nagyon lelkesek. Tűzoltó bajtársak, szuperlatinuszokba tudok róluk beszélni, nagyon-nagyon lelkesek, hál' Istennek. Hogy miért fontos? Hát azért lenne fontos, mert ilyen pici gyerekkorban lehetne megtanítani azt ezeknek a kis embereknek, hogy egyáltalán törődjünk egymással, és amit mentők látunk, ami nagyon-nagyon rossz, hogy nagyon nagy a közöny ma Magyarországon a felnőtt emberekben. Az esemény dúsnap kiváló hangulatban telt, a kilátogatók bepillantást nyertek a mentők mindennapi életébe, amely főként a gyerekeket szólította meg. A szervezők szerint fontos már kiskorban megtanítani az életmentés alapjait, hogy a későbbiekben tudjanak segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. Köszöntés. Gombos István humánügyekért felelős alpolgármester ismét egy 90 éves szépkorút köszöntött Dunaújvárosban. Ezúttal Muladi Sándorné Erzsike néni fogadta a jó kívánságokat. Hát kedves Erzsi néni, éppen ezen a mai napon, 90 évvel ezelőtt, 10-én látta meg a napvilágot. 90. születésnapja alkalmából köszöntötte otthonában Muladi Sándorné Erzsike nénit Gombos István humán ügyekért felelős alpolgármester. Az 1928-ban Ágas egyházán született Erzsike néni kereskedő családban nőtt fel. 1952-ben ment férjhez, és Dunaújvárosba 1959-ben költöztek. Itt a helyi varrodában helyezkedett el. Én nagyon jól érzem magam. Nem nagyon. Én oda, ahol megyek, vagy hogy én úgy mindjárt otthon érzem magam. Ugye, és 60-ban ugye megkaptuk a lakást, szeptember közepén. Addig radarból hordtam a Sanyit iskolába ide, és akkor utána meg hát behorszokottunk, és azóta itt lakunk. Három gyermeke született. 1973 óta nyugdíjas, mindennapjai pedig leginkább zenehallgatással és szomszédolással telnek. Ki szoktam menni ide a padra, ide levegőzni, ott ülünk, kicsit racsolunk a lányokkal.
és akkor ennyi az egész szórakozás. Ilyenkor nagyon hamar szalad ám az idő. Azt veszi azért az ember észre, hogy már este van, már megint reggel van, és nagyon gyorsan öregszünk. Erzséke néninek 7 unokája és 3 dédunokája van, akik gyakran meglátogatják. Legfontosabb híreink következnek még egyszer, röviden. A Dunaújvárosi Egyetem hallgatói búcsúztak a várostól. Közlekedési vetélkedő gyerekeknek. Családi nyílt nappal ünnepeltek a mentők. Híradónkat látták, most Főce Ramóna várja önöket időjárás jelentéssel. A Hírpluszban a búcsúzó egyetemistákkal és a Szalamanderrel foglalkozunk, utána Kölesdi Fanni várja önöket Kultúrközt című magazinunkkal. Anyagainkat és műsorainkat újra megtekinthetik a www.dplusztv.hu honlapon. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Nyárias hétvége helyenként záporokkal, zivatarokkal. Szombaton is marad a nyári meleg, azaz 25 és 30 fok közötti maximumokkal számolhatunk. A napsütés mellett továbbra is készülni kell helyenként záporokra, zivatarokra, keleten és északkeleten lehet csapadékmentes az idő, és ugyancsak ezeken a tájakon lehet élénk erős az északkeleti szél. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, erőteljesebb gomoly felhőképződés elsősorban nyugaton, délnyugaton lehet, ahol egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat. Élénk lesz a keleti, észak-keleti szél. A legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!